Sziasztok! Ez gyors ötlet volt, hogy legyen egy Downgate Live. És mindjárt beállítom a mikrofon meg ilyeneket. Remélem, hogy most nem ölnek meg közben a minionok az erdőben. Vagy creepek. Jó, nem ölt meg. Nem nyúlok most a géphez. Szuper! Na! Remélhetőleg lehet hallani. És remélem, hogy ezt is le tudom most győzni, mert azért nem úgy jöttek össze nekem most a lépések, ahogy akartam. De úgy látom, nem lesz gond. Na, hát most erre a játékra kaptam rá mostanában. Meghallgatom, hogy jó-e a hang. De úgy látom, nem. Jó, jó a hang. Tehát én mostanában erre a játékra kaptam rá. Azért itt berakom a... hogy lássam a képet, hogy megyen minden, meg a chatet. Beállítások mindig felül. Na, most már tudok rendesen koncentrálni. Tehát veszek egy ilyet. És mehetek is vissza. Hát most egy kicsit, amilyet beállítottam itt az OBS-t, egy kicsit jobban lemaradtam, mint kellett volna. De azért... talán nem lesz olyan vészes a dolog. Mert mondjuk... Na. Elugrott. Most épp Freyával játszom. Nekem most ő az abszolút favorit karakter. Igazából egész jó. Tehát tényleg szeretem. Amúgy, hogyha legyen egy kicsit hangosabb a játék. Remélem, hogy nem gond. Mindjárt megnézem a hangját, hogy jó-e. Szerintem jó lesz. Na, megyek egy kicsit... támadni. Ezeket a... kis szedőket kiszedem. Amik az ellenség biztos fog örülni, tehát ezek gyűjtik ugye a lelkeket, amit meg lehet utána formálni, a shaperek megformálják. Most megvan ez. És remélem, hogy a kövi is meg lesz. Az nem lesz meg, az egy másik Freya. Na, tehát... ez megvan. Szuper. Még egy kicsit elnyugodtam itt az OBS-t, hogy jól legyen a kép, szuper. Mármint így jól lássam. A másik monitoron. Tök jó minden. Mostanában mióta Freyával megyek erdőben, mindig győzelem van a csapatban, szóval... remélem, hogy most se lesz máshogyan. És... megyek... gyűjtögetni. A Downgate-ben nincs mana. Tehát az nem töltődik újra. De például... Freya nem ilyen cooldown-os hős, hanem ilyen... ilyen valami rage-szerű dolgokat gyűjt. És hát cooldown-on kívül. Hú, basszus, ez most lehet, hogy sok lesz nekem.
le fogom győzni. Azért. De azt hiszem vissza kéne mennem. Legalább tudok vásárolni. Hozzá az ajánlott tárgyat. Aztán majd jöhet ez is. Kész is van. Nem tudom, hogy játszottatok-e már a Downgate-tel, de igazából merem javasolni, hogy játszatok vele, mert jó kis játék. Tehát nincsen vele semmi gond. És mehetünk oda. És most igazából a LOL helyet játszom ezzel, mert elegem lett a League of Legends-ből, hogy egy játékosra jut 8 másik hülye, akik csak azért vannak, hogy a másiknak ne legyen kedve játszani. Jaj, teged itt hagytalak. Ne haragudj. Na, mehetünk tovább. És itt is vannak barátok. An enemy has been slain. An ally has been slain. Összegyűjtöm itt a buffokat az erdőben, aztán utána megyek az ellenséges szedőkhöz. Nem tudom ezeket hogy hívják most így hirtelen. Nem, a binding az az a torony. Nem baj. Ja, itt van, elpusztítottak egy blindingot. Egyre jól nálunk. Ja, itt lehet jó dolgokat gyűjteni. Ajaj, ez a kripta, ez nem jó. Jaj, jövök vissza. De ezt kinyírjuk. Elég könnyen. Ketten már. Jó, ez meg is van. Az a torony az nem jó! Basszus! Ne, kinyírtak ezek a szutykok. Szivacs. Nem úgy jött össze, hogy akartam. Viszont már tudok ilyet vásárolni. És... nincs a másomos pénzem, ami kéne. Ez szép lövés vagy. Ezt a szörnyet még nem is láttam. Ez egy másik fajta szörny, mint ami szokott lenni. Érdekes. De tényleg. És most már támadom ezt is. Csak az a, hogy elvesztettem a erősítő dolgaimat. Mindet. Nem baj. Jó lenne, hogyha most már lennének. De vagy az ismerőseim azok nem akarnak ezzel a játékkal játszani, pedig sokkal kellemesebb, mint hogyha loloznék. Tényleg. Az a baj, hogy akármilyen jók a League of Legendsnek a fejlesztői, ha maguk az emberek undorítóak. Na mindegy. Csak elment attól a játéktól a kedvem. Egy ilyen sztázis. És menjünk a ellenségnek a gyűjtőpontjára. Mindig nem tudom micsoda.
Mondjuk mindjárt el is lehet foglalni amúgy. Ez, hogyha itt lejár, akkor foglalható lesz a terület. De hát ez a legjobb hely lélekgyűjtésre. És meg is vagyunk. Mindent összeszedtünk, amit lehet. Kicsit kijebb jönne az az ellenfél. Bár lehet, hogy lát engem. Nem hiszem, hogy lát. Akkor most megvan. Most kinyírjuk. Szeretem ezt a Freyát. Elég erős. Szerintem mindjárt foglalható. Ezek itt végznek, azt negyek is befoglalni. Nagyon aranyosak ezek a creepek, hogy jönnek és elkezdenek ütni engem. Meg ott is szedik. Meg is van. Egy játékos nem játszik náluk valószínűleg. És fel is adták. Hát akkor ezt egy újabb körben megpróbálhatjuk. Még egyet lehet simán játszani. Gond nélkül. Mindenki kapta olyan pozitívat, miért ne? Na. Csak az a baj, ilyenkor meg kell várni, hogy leteljen az a idő. És most fogok kapni dolgokat. És megvan, hogy milyen cuccot fogok kapni. Mehetek is tovább. Következő mérkőzésre, amit szerencsére láttok, mert felveszi a... ezért a... Open Broadcaster, csak a szél egy kicsit kilóg. Nem baj, legalább tudok itt egereket rajzolni. Sok-sok egeret. Ez így vicces. Ezt tetszik. Windows nem látszódik be, a Windows 8-as dolgok. Nem tudom, mennyi idő még talál nekem csapattársakat. Van, amikor több, van, amikor kevesebb idő. Nagyon jól néz ki ez a sok egér. De tényleg. Tök jó, tök izgi. Hát... ja. Várunk, várunk, ha várnunk kell. Mi van ott kihagyva egy négyzet a vibrálásból? Nem is értem. Nem lenne, ha ezt kinyomnám. Na, így most csak. Meg lehet ezt nagyobbítani? Hát, ha kinagyítom, akkor nem lesz olyan zavaró, vagy
Valami. Ennyire kinagyítom. Na nézzük a profilomat. Beta tester, és itt van, hogy egyelőre még feleségben állok a Freyával inkább. De az az igazság, hogy most az utóbbi meccseket, amióta játszom, azóta sokkal jobb vagyok vele. Freyával mindig Hunter voltam. Ez az elmúlt 4 meccs volt. Az győzelem volt vele. Ez az elmúlt 7 napnak a statisztikája. No. És akkor itt is lehet loud autót csinálni. Spark, Spirit, meg Crafting mód, meg mit tudom én, mik vannak itt. Csináljunk egy loudot, 2-t. Hol vannak az én dolgaim? Mik az enyémek? Duelist. Ezeket lehet ugye kapni, amiközben játszol. Armort. Haszt. Ezeket nem lehet forgatni? De. Tehát annyira nem értek. Tehát ez a élet, offense, meg passzív. Ajaj. Az vagy, ez annyira nem értek. Biztos vannak olyanok, akik tudják, hogy hogyan érdemes összerakni, de ennek például itt van a statisztikája. Aha, és akkor... Jaj. Nem, nem mentem a változtatásokat. Aha, és ebbe kéne belerakni ezeket. De ilyeneket még nem kapok. Ingyen legalábbis nem. Jaj, de bonyolult, jaj, de bonyolult. Miért kell ezeknél a játékoknál ilyenekkel foglalkozni? Nem is értem. Nem szeretem. Na mindegy. Jaj, de régóta várunk már. Azóta van ez, amióta szétszakították az amerikai meg a európai szervert. Mert hogy át kéne váltanom vissza amerikaira, mert akkor se laggolt, de azért sokkal gyorsabb volt. És hát igen. Ez egy kicsit... kicsit lassú. Nem tudom, hogy addig mit kéne csinálni, mit mondani. Na, szeretnék már játszani. Csak egy jót. Heroes of the Storm lenne a másik, amivel játszanék, de... az még nem elérhető. Nézzük, milyen gépigénye lesz a Final Fantasy 13-nak. És... gépigénye
2 GHz-es, 2 magos CPU, 1 GB RAM, GeForce 8, szas sorozat, HD 2000-es Atira Deon, és ajánlott gépigény viszont quad, tehát 4 magos Core 2 quad, AMD Phenom 2 X4, 1 GB RAM, GTX 460 vagy HD 5870. Érdekes, 30 GB szabad hely kell majd a Final Fantasy-nak. Most miért várok már 8 perc arra, hogy játszak? Ez kezd egy kicsit sok lenni. Na. Hello. És akkor... Már 8 perc 15 másodperc tart. Na! Ó, végre! Játék lesz. Juhu. Elfogadjuk örömmel. És te is, és te is, és te is elfogadod. Te nem fogadtál. Kettő nem tudom. Nem, már hamar fog találni. Szia Tomizom! Ez egy MOBA játék, a Dunkit, ami beta fázisban van. És... a egyik érdekessége, hogy igazából bármilyen területre mehetsz, és bármi lehet bárhol. Nem tudom, hogy bármelyik karakter bárhova jó. Tehát úgy képzeld el, mint hogyha League of Legends-ben van a jungle-ös, az nem tud menni az alsó vonalra és ott harcolni. Tudom, hogy bágos a széle, de amikor elindul, akkor majd nem lesz az. Csak az a baj, hogy mondom, itt a amerikai és a európai szerverek ketté váltak, és én kiválasztottam az európait. Ezt lassabban talált társat, mint az amerikain talált. És ez így egy kicsit lassú. Tehát ott például úgy van, hogy egy jungle-os nem tud lemenni botra, és akkor ott harcolni a negelejétől. Itt viszont ilyenek nincsenek, mert ki kell választani, hogy hova mész. Az elején kiválaszthatod, és mindenki oda megy, ahova akar. Tehát nincsenek ilyen viták. Egy kicsit lejjebb húztam, így nem bagos az alja. De így nekem meg kilóg a kép, de mindegy. Miért várok 10 perce? Kérlek már. Itt vannak a top listák. Mert van ilyen is. Nézzük a legjobb játékos, amiben játszik. Hogy de sokat görgettem le. Ó, tudom ez melyik, nem itt eszembe a neve. Meg lehet nézni a profilját. Ú, többet játszik, mint én. Tehát... Kindra. Aztán Stalos, Basco, Vuk, Smoja. Mert megkeresni saját magadat, hogy hol vagy. Most a cél miatt, kereső miatt lejjebb vittem a... Dossz, úgy néz ki, hogy én nem vagyok benne. Ja, mert top 200. Ó, akkor hiába keresem magam. Egyszer annyit nem játszottam. Ez így jó. Ezeket itt ki lehet venni, ugye? És visszalakni. Azt... Jó.
Hát a karaktert vettem meg legutoljára. Ez egy ilyen járkáló kripta. Nagyon ötletes és nagyon cuki amúgy. És nagyon erős is. De... Ah, nem hiszem el. Ah, tudom, vissza kéne váltanom amerikai szerverre, de... Most már nem merem. Kinyomom. Ilyen izéket lehet, ilyen rakható köveket. Ó, ilyen aranyos üzét is. Mosómedvét is lehet. Na végre! Ah, remélem nem fogadják el, hanem elfogadják. Mindenki. Most különösen sokat kellett várni. Fogadd el. Fogadd el! Ah, végre, Freya. Super Hunter mehetek. Nem! Elvették Freyámat, basszus! Akkor megyek a kriptával, akkor nem Hunter leszek, hanem gladiátor. Vagy nem gladiátor, hanem szerintem inkább taktikus. Az jó lesz. Itt ki lehet választani, hogy milyen, mit szeretné játszani. És akkor ennek megfelelően kapsz majd bónusz dolgokat. És... Tehát így lehet nézni, hogy... Tehát több ilyen lélekecskét gyűjtesz. És több bónuszod van. Támadásoknál is. Na, akkor mindjárt mehetünk is. És elvette Freyját. De gonosz. Na mindegy, azért vettem meg ezt a Desecrator-t. Ha valaki belopná a Freyámat, akkor neki mélyem. Na, csapjunk bele! Aj, 10 másodperc még. Ha hangos a játék, akkor is szóljatok, most egy kicsit több hangerőt rakok rá. De... Talán nem lesz hangos. Neki tudja. Na, indul is. Jó. Olyan aranyos, dúdolászik meg mindent. Tényleg cuki. De már nem emlékszem, hogy mit tud, mert már rég játszottam vele. 30 seconds until minions spawn. The stone reek of death. Jó. És nézzük csak. Aha, ez az a... Ez lelassít. Ja, jó, majd meg tudom, ezt tudom. Ilyen... Jaj, igen, ilyen kriptákat nyomat ki. És ugye ebben a játékban nincs mana, csak cooldown. Just another potter's field. De még nincs itt az ellenség.
you. Na, lassan. Az ellenfeleink hiányoznak, ott megvannak. Oh. Az ilyen... ilyen piszkáló... karakter. Szépen lassítgatja őket, meg... ilyenek. Tánolja őket, hopp, az nem jó, ha eltalál. Jó, ezzel csak közel volt, ha jó. Szuper. Mondom, tiszta cukorfalat, ahogy dúdolászik. Az úgy működik, mint a League of Legends-ben, ha körülött áll a ellenség, és úgy csapzed meg, akkor téged kezd el lőni. Nem úgy, mint a Dotában. Hogy jók vagyunk. Nem nagyon csinál semmit az a Dilleted nevezetük emberke. Minden karakter kap ugye a elpusztított minionokból. Pénzt, legalábbis ilyen fizetőeszközt, ami pénznek nevezhető. Jó lenne, tehát a vonalat elég szépen húzzuk. Igazából én meg is öltem volna a gyerek helyében. De nem jött. Inkább visszavonult. Most hova megy? Ja, mert tesz oda egy Varda. Na. Gyerünk. Mindig lemarad. Ready.
is emlékszem, mit csinál. Valami területet. Valami hasonló lehet, mint... Nem nagyon van időm elolvasni, meg megérteni. Mekkora kulámja? 2 perc. Erős ellenfelek. Legalább haza tudok menni vásárolni. És már mehetek is vissza. Mit ad? Legyengíti őket. Hiába szólogatsz, hogyha nem várod meg, hogy odaérje. Mondják segíteni neki. An enemy has been slain. An ally has been slain. You have slain an enemy. Akkor annyi. Hát én ezeket kinyírom. Ez hatalmas nagy pénzforrás. Vásó, simán lecsapja őket. Na, mehetek vissza le. És jól haladunk befelé. Meglepődnék, ha veszítenénk. Sok. Csak eltalált.
megvan. És már ez is meg lehet ebből. Szuper. Azt akarod megölni most? Whom shall I perfect? The stones reek of death. Nem sikerült. Megyőztük ezt a barátunkat itt középen. Parasite-ot is mehetünk is tovább. Nem jön senki? Kicsit beleütöttem a Mikibe. Szerintem lehet egy ilyen stázis. An enemy has been slain. Hogyan? 7-3 nekünk. És kevés a izéjük is, a szedőjük. Nekünk 54 van, nekik csak 30. És most már lehet foglalni, szerintem én megyek oda. Ezeket olyan élvezetesen le lehet sapkodni. De tényleg. Jó, ezt elfoglaltam. Szerintem én is. Van értelme. Ezzel egyetértek. Ez kell nekünk. Ha nem lesz pénzgyűjtőjük, csak amit megölnek ugye minionok. Pillanat.
picit tankolok, de nem tudok olyan sokáig. Addig húztam. Na nem is támadtak, pedig ott voltam. Na. Na. Menjünk vissza a kriptánkkal. Most már jó dolgokat vehetek, majdnem még jobbakat. Épp hogy nem. Az a jó, hogy itt nagyon hamar újra töltött. Nem kell várni. Végül is amerikai szerverre rakott 139-es pingel. Na. Pont nem haltak bele. Na, nézzünk ide le, ha már mindenki itt van. Ezért ezt sikerült elintézni. Na ne, gyere már Freya, nem tudod megölni. Csak sikerült. Hopp, 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 az a Freya nagyon veszélyes. Hop, 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 célpont, célpont. Nyami, nyami. Nyami, nyami. Elindult a másik irányba. Könnyen lehet. Az a jó ezekben az erdőkben, hogy el lehet futni. El lehet bújni is, van esélyed. De neki nem volt. Hoppá! Na jó, meg vagyunk. Én szerintem hazamegyek. És veszek jó-jó-jó dolgokat. A basszus. Az gombat nyomtam. Sörték a Parasite-ot, és aranyos, nem? És már ide lehet tovább jutni. Ó. Ezt visszafoglalják. De hát akkor a pénzbeli fölényben vagyunk, 108 szedőnk volt több eddig. Ez is van. Nem sikerült. Feladták.
Jó van, GG. Na jó, szerintem a videó is ennyi lett volna. Köszi, hogy itt voltatok és figyeltetek. Aztán játszatok nyugodtan ezzel a játékkal, még mondjuk nézzük meg, hogy mi van a cuccban, de biztos, hogy semmi izé nem lesz. Különleges extra dolog. Kapjatok. Freyet te nem kapsz. Elloptad Freyet, meg beszóltál. Már esetleg nem is szedett olyan sok lelket. Na nézzük. Egy később több dolgot lehet kapni. Na, adtak nekem is karmát, szóval. Nézzük, mi van a tojásban. Szuper, egy hellegen. 5 másodpercenként. 12. Meg plusz 12 élet. Jó. Akkor tényleg ennyi lett volna. Köszönöm szépen a figyelmet. Szép estét. Sziasztok, pápa.